Fertőben járó kezek mozdulatát már gyakoroltuk az elmúlt időszakban. Most itt szintén kiegészítjük egy mozgással, méghozzá jobban bevonjuk a lábakat ebbe a gyakorlatsorba. Az elején nézzük meg, mit fogunk tanulni, és miután végignéztük, akkor egy-két részletét kiemeljük, főleg a lépésekre figyelve. Kiindulási helyzet. Megnyitjuk. Kéztechnikákkal már foglalkoztunk a korábbi elkészített videókban. Nézzük meg, mi az, ami a láb mozgására vonatkozik. A kiindulási helyzetünk, amikor elindítjuk a gyakorlatot, válszélességű. Amikor a térdeinket behajlítjuk, a belső csípő laza, lábak között és a térdek között, mintha egy labdát tartanánk, tehát megőrzi ezt a nyitottságot. És ugye a derekunk fogja diktálni az ütemet, hogyan mozognak a karok, és a derék diktálja az ütemet, hogyan mozognak a lábak. Ahogy a derék valamilyen irányba fordul, azáltal a terhelés megváltozik. Tehát, ha állunk és 50-50% a súlyunk, ahogy fordul a csípőnk és a derekunk, terheltük a jobb lábat, szinte magától megemelkedik a bal láb. Ahogy átterhelek a jobb lábra, az lesz a teli, és a bal láb lesz üres, és mindaddig üresítem ki, amíg már egyáltalán nincs rajta súly, és képes leszek könnyedén lépni vele. Amikor elindul a derék forgása, nagyjából ez a vízszintes kör, ugyanaz történik, mint a korábbi esetekben, elhagyja a sarok a talajt, a talp közép, a lábúj, teljesen kiüresítettem, és meghagyom a lábújakat a talaj fölött 1-2 centire mozogni. Kilépek két válszélességbe, és elindul a derék visszafordulása, és hogy a derék visszafordul, áthozza a forgás a súlyunkat a bal talpunkra, üressé teszi a jobb lábunkat, megemeli a jobb sarkunkat, talp közepet, lábujjunkat, és ismét letesszük válszélességbe a lábakat, és úgy, hogy párhuzamosak legyenek. Fordul, emel. Általában a kilépés az két válszélességű, de figyeljünk arra, hogy a térdek, lábújak, azok maradnak egy vonalba, és a belső csípő is. Fordul, emel, és belép. Fordul, emel, belép. A visszafelé irány az úgy indul el, hogy kiüresítjük a jobb lábunkat. Kilépünk. Fordul, emel, és be. Fordul a derekunk. Sarok, talp közép, lábúj, emel, és. Jó. Nézzük meg most, úgyhogy karmozgással összekötjük. Ugye a válszélesség a kiindulási helyzetünk, térdek nyújtva, ellazítva,
karokat ívben, középsúlyak hozzáérnek a combokhoz, és innen indítjuk. Nyitás. Leengedjük a tenyereket csípővonalához. Fordulunk balra, és létrehozza a két kéz az alsó a körívet, a felső, mintha emelne valamit, de az ujjak azok ne emelkedjenek a szemmagasság fölé. A tengelyünkhöz képest beérkezik ide a két tenyér, akkor vagyunk felső testtel nagyjából szembe, és ahogy tovább megyünk, ugye a jobb kéz, mintha megragadna valamit, a bal kéz ugye követi ezt az ívet, és elfordul a felső test 45 fokig. Ez lesz az a periódus, amikor tehermentesítjük a bal lábat, hogy lépni tudjunk. Kiléptünk, fordul, és megint a derék, ahogy át fog érni balra, tehermentesíti a jobb lábat, és kilépünk. Fordul, lép, és amikor megérkeztünk a harmadik mozdulathoz balra, figyeljünk arra, hogy a térdek, lábujjak, belső csípő nyitva maradjon, tehát ne rodjon össze, akkor csinálunk egy plusz kört a karokkal, és mire átérünk balra, és a súlyunk is a bal lábra kerül, akkor nyitunk vissza jobb lábbal, fordul, két válszéles. Válszélesség, ugye ez a középső egy ilyen szinkron pont, ahova érkeztünk, kiüresítjük a jobb lábat, két válszélesség, egy válszéles. Lép, két válszélesség, egy válszélesség, lehozzuk a karokat, keresztezzük, emelkedünk, kinyitjuk válmagasságba, és leengedjük. Nézzük meg még egyszer folyamatában, egyben, lépésekkel, karmozgással, hogy hogyan hozzuk létre koordinációt. Jó gyakorlás. Ez 8 perc, ugye? 9. 9 perc. Na, annyit magyaráztam a lüthet, hogy mit kell a kézzel csinálni, de aztán nem akarom harmadszor. Uh-huh. Hát, Péter bácsi, akkor jó volt.